98%. Van egy ember, aki egyszerűen nem tud veszíteni, főleg, ha közbeszerzésről van szó. Amikor Balázsi Gyura cégei részt vesznek a Rogán Antalhoz tartozó Nemzeti Kommunikációs Hivatal tenderein, 98%-ban nyernek is. Ez a 98% fideszes mércével is nagyon sok. A Korrupció Kutató Központ számításai szerint a többi haveri cég is csak 62%-os eséllyel viszi el a különböző állami kiírásokat. Amikor megkérdezték Rogán Antaltól, mit tud Balázsi, amit mások nem, ezt válaszolta. Azt, hogy ő nyerte meg az ezzel kapcsolatos nyílt közbeszerzési eljárást. A luxusautókat kedvelő Balázsi cégei a 2010-es évek második felében futottak fel igazán, azóta lépten nyomon találkozhatunk munkáik gyümölcsével. Neki köszönhetjük a kormányzati kék plakátokat, jó néhány reklámfilmet. Magyarország erősödik. De az elmúlt években már kiemelt állami rendezvényeket is szervez. A tűzijáték is inkább egy ilyen vóslis műfaj, a nemzeti ünnephez beilleszteni, úgyhogy az méltó is legyen, meg látványos is, nem könnyű dolog. A péntek reggel eheti hírlevelében bemutatjuk Balázsi eddig ismeretlen háttéremberét, Wolf Diánát, aki mindig pontot tűnik fel, ahol a sok tízmilliárdos rogáni keretszerződések. Egyik pillanatban egy állami cég, a másik pillanatban a Balázsi Birodalom vezetőségében. Iratkozz fel a hírlevelünkre a péntekreggel.hu-n, és megismerheted Wolf Diána üzlettársát is, aki feltűnt a korai 2000-es évek debreceni mutyjainál, majd a korrupcióval vádolt korábbi fideszes képviselő Boldog István környékén is. E heti podcastunkban Tóth István Jánossal, a Korrupció Kutatóközpont vezetőjével beszélgetünk Balázsi cégeinek mesebeli tündökléséről. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Ugye az elmúlt hetekben azért került elő többször Balázsi Gyula neve, mert Magyar Péter is beszélt róla a Partizánnak adott interjújában. Én ezt nem tudtam vállalni a kollégáim előtt, hogy sokszorosan túlárazott minőségében egyébként nem annyira erős kommunikációs anyagot rendelünk. Ez a Balázsi Gyula féle cég, amire most utalsz? Azt hiszem van köze hozzá, igen. Mekkora volt a túlárazottság, hogyha a nagyságrendet hát kell mondanom? Ez nem mindig egyforma. Hát én a kollégáimra tudtam támaszkodni, és ők azt mondták, hogy voltam akkor háromszoros, voltam akkor hatszoros. Volt olyan, hogy hatszoros volt a túlárazottság? Hát ők megnézték a piaci árakat, és azt mondták, hogy igen, magas. Amikor ön ezt hallotta, akkor mire gondolt, hogyan értékeli? Reális ez a 3-6-szoros túlárazás, amiről Magyar Péter beszélt? El tudom képzelni, hogy ez reális. Most hozzá kell tenni azt, hogy piacok és piacok között nagyon nagy különbségek vannak. Tehát amikor most tegyük fel, hogy én székeket gyártok, egy olyan cégen van, amely bútorokat gyárt és székeket gyárt, akkor ott nagyon nehéz elképzelni azt, hogy egy széket el akarok adni, irodai széket, és ugyanolyan minőségű irodai szék, mint mert az IKEA-on bárki megvehet, és azt én 6-szorosáron fogom eladni egy állami intézménynek. Vagy egy minisztériumnak. Ez szinte elképzelhetetlen, és az azért van így, mert a szék az úgynevezett homogén termék, tehát annak olyan tulajdonságai vannak, amelyet gyakorlatilag nagyon könnyű leírni. Tehát nagyon könnyű megmondani, hogy milyen egy jó irodai szék. Na most, amikor arról van szó, hogy kommunikációs szolgáltatást kell adni valakinek, akkor nem tudom képzelni, hogy van egy ilyen, hogy túl lehet árazni könnyen ezeket a szolgáltatásokat, mert ezek úgynevezett inhomogén termékek, és nagyon nehéz megállapítani a piaci árukat. Ugye önök úgy számoltak minden esetre, hogy a Balázsinak két cége az 12 év alatt összesen 650 milliárd forintnyi közbeszerzést nyert, amiről elsőre halljuk, hogy nyilván ez egy óriási összeg, de hogy nehéz felfogni igazából, hogy ez pontosan mekkora. Milyen nagyságrend ez a 650 milliárd, ezt hogyan lehetne kontextusba helyezni? Tehát 650 milliárd forint az egészen nagy összeg, igen, az egészen nagy összeg. Ezt 12 év alatt nyerte, nem számoltunk itt az inflációval, de igazság szerint megnéztem az adatokat, a szolgáltatások, a médiaszolgáltatások piacán nem is nagyon volt infláció, sőt inkább defláció volt 2010-től, picit csökkentek az árak, vagy stabilak voltak az árak. Most azt képzeljük el, hogy ha egy felcsúti stadion az 3 milliárd forintba kerül, hogy ez 200 felcsúti stadionnak az értéke. Most próbáljuk elképzelni, hogy 200 felcsúti stadiont egymás mellé helyezünk. Próbáljuk elképzelni azt, hogy elindulunk Budapestről az autópályán Siófok felé, az nagyjából 100-valahány kilométer, és hogy megyünk az autópályán végig, bal oldalt végig felcsúti stadionok állnak egymás mellett.
Igen, nagyon vonzó elképzelés. Ugye Balázsi nevéhez köthető egy csomó nagyon ismert ilyen kommunikációs eszköz, amit látunk az elmúlt években a kormánytól, a kék plakátoktól kezdve egy csomó reklámfilm, az utóbbi években már rendezvényszervezés is, és igazából az önök kutatásából is látszik, hogy Balázsi Gyula még a neres, ilyen oligarha világon belül is kiemelten erős szereplőnek számít. Ezt pontosan milyen adatok mutatják? Két dolgot kell hozzátennem, hogy amiről én beszélek, adatok, azok olyan adatok, amely nyilvánosan elérhetők, a közbeszerzési hatóságnak a honlapján a közbeszerzési értesítők adatai dolgozzuk fel. Ezek a közbeszerzési értesítő adatok, ezek alapvetően ilyen szöveges dokumentumként vannak fent a honlapon, HTML formában. Ezt alakítjuk mi át úgy, hogy mint a laikusoknak mondom, mint hogyha egy Excel táblát látnánk, ahol egy sor, egy közbeszerzés, és ahány oszlop van, annyi paraméter, annyi jellemzőjét nézzük a közbeszerzéseknek. Ez egy nagyon komoly munka, ezt Magyarországon gyakorlatilag nagyon kevés cég csinálja meg, így a ilyen adatbázis, ami nekünk van, az úgy tudom, nem is nagyon van másnak. A maga közbeszerzési hatóság sem publikálják így ezeket az adatokat, tehát úgy publikálják az adatokat, hogy ne lehessen statisztikailag ezt elemezni, mi azt megtesszük, hogy a statisztikai elemzésre alkalmasra teszik ezeket az adatokat, tehát így természetesen már tudunk komolyabb összefüggéseket is ellenőrizni. Tehát gyakorlatilag mi ezeket elemezzük, és ha ezeket az adatok elemzése alapján látjuk azt, hogy ha megnézzük azokat a cégeket, amelyeknek van politikai kapcsolatuk, itt nagyon szűken értelmezzük ezt a politikai kapcsolatot, Orbán Viktorhoz van valami személyes kapcsolata, vagy volt valami személyes kapcsolata, tehát ez egyértelmű, hogy Simicska Lajosnak volt kapcsolata Orbán Viktorhoz, vagy Tibor Istvánnak van kapcsolata Orbán Viktorhoz, vagy a Fidesz belső köreihez, mint Balázs is ide tartozik, de a Szíj László is ide tartozik, akinek tudjuk, hogy a jaktján utazott, nyaralt a Szijjártól, a külügyminiszter. Egy családi vakáció a gyerekekkel, a feleségemmel, a barátainkkal, az a magánélet része, az magánügy. És még több olyan cég van, amelyek közvetve, tehát a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrincnek a volt veje, stb. Stb. Tehát ezek az embereknek a tulajdonában lévő cégeket, ez összesen kb. 40-valahány cég, mi úgy hívjuk őket, hogy haveri cégek, ezeket is ki lehet számolni nagyon egyszerűen, hogy mennyi nettó a közbeszerzési értéket nyertek ezek a cégek, akkor meg tudjuk mondani, hogy ennek az összegnek hány százalékát nyeri a Balázsinak a két cége, és azt látjuk, hogy például 2023 első fél évében gyakorlatilag 40%-át nyerték az összes olyan pénznek, amelyet politikailag kapcsolt vállalkozások nyertek Magyarországon. Igen, ez egy elég nagy aránynak tűnik egyetlen embernél. De ez nagy arány, igen. És nyilván azt is mutatja, hogy a kommunikáció mennyire központi szerepet tölt be ebben a rendszerben. Igen, a kommunikáció egyre nagyobb szerepet tölt be, azt látjuk a legutóbbi jelentésünk, vagy kis elemzésünk, amit ön is idézett, mi fent van különben a honlapunkon, angol nyelven, abban az látszik, hogy ez növekvő tendenciájú, tehát egyre inkább a kommunikációra összpontosít, úgy látszik, a kormányzat, tehát a politikai kapcsolatokkal rendelkező cégeken belül a kommunikációval foglalkozó ez a két cég egyre nagyobb arányt hasít ki ebből a tortából. Egy demokráciában döntő tényező a kormány és a polgárok közötti folyamatos kapcsolattartás. Ez nehéz feladat, a munkát adatvédelmi jogszabályok tömegei, az állampolgárok érthető érzékenysége és az ellenzék folyamatos támadása is nehezítik. Ez most sem lesz másképp. Rogán Antal miniszter urat arra kértem fel, hogy oldja meg ezt a feladatot. Ez a 40%, ez azt is jelenti, hogy Balázsi Gyulát nyugodtan kezelhetjük a Mészáros Lőrincek és a Szíj Lászlók ligájában, vagy kihez lehetne mérni őt? Igen, abszolút. Egy másik piacon működik, tehát ő nem autópályát épít, vagy vasutat épít, hanem ő kommunikációs szolgáltatásokat ad, de hát nagyságrendileg, sőt lehet, hogy azt is mondhatnám, hogy már talán ő a legnagyobb ilyen szempontból. Ami különösen érdekes vele kapcsolatban, hogy viszonylag rövid idő alatt, szinte egyik pillanatról a másikra nőtt ekkorára. Igen, tudom az adatokat, a közbeszerzés hatóság által közített adatokat mit idézni, tehát 2016-ban egy közbeszerzés nyert, 17-ben 31-et, aztán 85-öt, aztán 127-et, aztán 104 közbeszerzést, 2021-ben 149-et, 2022-ben 129-et,
és valószínűleg 2023-ban már ennél is többet fog nyerni, de valószínűleg a második fél éves adatok már nincsenek a birtokunkban, most dolgozzuk fel, mert első fél évben 80-at nyert, tehát a második fél év is olyan, mint az első fél év, akkor nagyjából 160 közbeszerzés fog nyerni. Ugye az viszont egy fontos megalapításuk, hogy ami most már evidenciának tűnik az alapján, amit beszéltünk, de hogy mégis a Balázsi által elnyert közbeszerzéseknél kiemelten nagy a korrupciós kockázat. Ezt azonban nyilván önök nem csak rámondják, hanem valami alapján ezt mérik is. Ezt miből lehet látni? Az Európai Bizottság ajánlás alapján dolgozunk egy önindikátorra, önmutatóval, amit ők is használnak. Itt olyan mutatóról van szó, amelyiket az OECD is használ, a Világbank is ajánlja ezt az mutatót. Tegyünk fel, hogy indítunk egy közbeszerzés, és hány jelentkező volt erre a közbeszerzés, hány ajánlat érkezett be. És az ajánlatok száma azért az mutatja a versenyerősségét. Hogyha 8-10 ajánlat érkezik be erre a közbeszerzésre, az azt jelenti, hogy valójában itt egy piaci verseny volt. Ha most már csak 3 ajánlat érkezik be, akkor az Nyugat-Európában még mindig erős verseny, de Magyarországon már nem biztos, mert a Magyarországon azt szokott ugye lenni, hogy tudod mit, te fogod megnyerni a közbeszerzést, de hozzá 2 vesztőt. És mindjárt megvan a 3 induló, de ebből a 3 indulóból 2 induló, az már csak ilyen kirakat figurák, ilyen patyonkin, csak azért vannak ott, hogy akit kiválasztunk, hogy megnyeri a közbeszerzést, az meg tudja nyerni 3 pályázó mellett. Nagyon sok ilyen eset van Magyarországon, de nem elhanyagolható ezeknek a számú, ez mondjuk Hollandiában ilyen eset, nem hiszem, hogy nagyon gyakran előfordul. Tehát, hogy már a 3 versenyző sem biztos, hogy versenypiacot jelent, de amikor csak egyetlen egy ajánlat érkezik, és csak a nyertes ad be ajánlatot, az már nagyon gyanús. Na most az Európai Bizottság azt mondja, hogy ennek az aránya az a legjobb, hogyha ez 10% alatt van. Tehát van egy ilyen benchmark érték, hogyha ez 10% alatt van, az jó. Na most ez a Balázs esetében ez 98%. Tehát 98%-ban ő az egyetlen ajánlattevő. Igen, 93-94, például 2023-ban 100%-ban ő volt az egyetlen ajánlattevő. Míg az az érdekes a Balázsi cégeinél, hogy az ő általán nyert közbeszerzéseknek a túlnyomó többsége, több mint 90%-a az a Nemzeti Kommunikációs Hivatalnál nyeri meg ezeket a közbeszerzéseket. Azt hiszem, ezek az adatokat nem kell kommentálnom, ezek az adatok magukra beszélnek. Itt valami anomália lehet. Tehát én, mint adatelemző, tehát én lehetnék most Amerikában is, és Amerikából figyelem ezeket az adatokat, ugyanezt mondanám, hogy itt valami, úgy tűnik nekünk, hogy itt valami nem stimmel, itt valami anomália van. Igen, tehát összességében szinte mindig ő indul egyedül, és ez szinte mindig a Nemzeti Kommunikációs Hivatal kiírását jelenti. Igen, megtudom az adatokat. 2019-ben 98%-ban indult egyedül, 20-ban 93, 21-ben 93, 22-ben 93, és 2023-ban 100%-ban egyedül indult. Tehát a 80 közbeszerzés, amit 2023-ban nyert, ott 80 esetben egyedül indult. És természetesen nyert, hát hiszen nem volt más, aki indulja, hát ő nyert. Amit az egyajánlatos tenderekről mond, ez azért is érdekes, mert néhány hónapja írt éppen cikket a G7-re arról, hogy az uniós beszerzéseknél mennyire leszorította a kormány az egyajánlatos beszerzéseket, miközben ezzel párhuzamosan a hazai finanszírozású tendereknél megemelkedett. Ezek szerint akkor most erre számíthatunk így a jövőben, hogy ahol nem uniós pénzt használnak fel, ott egyre inkább ilyen Balázsihoz hasonló egyemberes kiírások lesznek? Igazság szerint most nekünk a rendszert kell nézni, nekünk a szisztémát kell nézni, ilyen szempontból teljesen mindes, hogy a tulajdonost a Balázsinak hívják, vagy, tehát nem a Balázsin személye itt a fontos. Itt az a lényeg, hogy milyen rendszer alakul ki Magyarországon, mennyire érvényesül a szabad piac Magyarországon. Az a szabad piac, amiért annak idején, jó magam is, mint közgazdász, a 80-as évek végén, 88-89-ben, 90-ben síkra szálltunk. Na most úgy látszik, hogy ezen a közbeszerzési piacoknak egy jó nagy szegmensében ott nincsen szabad piac. Gondolom ön is ismeri tehát nem tudom, malmozott-e már, tehát hogy tudja azt, hogy mi ez a malomjáték. Igen. Na, tehát valóban van ez a csiki-csuki. Amikor ide lépek, az is rossz, oda lépek, az is rossz. Tehát, hogy ki tudom játszani a rendszert. Kb. Erről van szó, amikor a magyar kormány, mint hogyha malmozna úgy, hogy az Európai Bizottság még nem tud malmozni. És beveszi ezeket a cseneket. Tehát, hogy azt csinálja, hogy a magyar kormány, hogy rájött arra, hogy ott meg kell tartani valamilyen szabályokat, ott nem lehet az, hogy magas legyen az egy pályázós közbeszerzések aránya, ezt ne is szorította, de már leszorította már azelőtt, mielőtt bevállalta volna, hogy le fogja szorítani. Tehát ez a
kicsit olyan dolog, hogy nagyon okos vagyok, bevállalom azt, amit már rég teljesítettem. És ez meg is történt. És utána a magyar adófizetők által finanszírozott, tehát a magyar büdzséből finanszírozott közbeszerzéseknél pedig ez az arány, ez meg emelkedik. Tehát ez várható, hogy akkor a magyar adófizetők pénze lesz sokkal kevésbé, hogy mondjam, közjót szolgálva elköltve. Igen, ezek a 95-98%-os arányok, amiket említ, ezek annyira extrémek és annyira szürreálisak, hogy így azt gondolná az ember, hogy erre van valami automatizmus, van valami szankciója ennek, vagy akkor el kell indulnia valami eljárásnak, hogyha ilyen látványosan nem jól működnek a dolgok. Nincs semmi ilyesmi a rendszerben, ami akár csak papíron segítene ezeket tisztán tartani? Nézze, hogyha nincsen joguralom egy adott országban, akkor ilyen adatok lesznek, akkor ez még végtelen ideig fog ezt folytatódni. Addig fog folytatódni, amíg a magyar adófizetők ezt hangyák. Na most Amerikában, például amerikai kollégákkal beszéltem erről, ott ilyen nem fordulhat elő. Ott nem fordulhat elő, mert önmagában az is, hogy adatokat elemez valaki, és az adat elemzésből kijövő összefüggések, most már az amerikai bírói gyakorlatban azokat már evidenciaként fogják föl. Tehát bizonyítékként be lehet csatolni. Az, hogy igen, itt van egy korreláció arról, hogy tehát van egy összefüggés, ami statisztikailag kimutatható, tehát ez egy evidencia arra, hogy itt valami anomália volt. A magyar bírói gyakorlat az nagyon messze van ettől, Magyarország nagyon messze van ettől, de azt gondolom, hogy ez el fog jönni ez a pillanat. Ez lesz ilyen Magyarországon, csak azt nem tudjuk, hogy mikor lesz ez. Én azt gondolom, hogy 50 éven belül valószínű. Tehát 50 éven belül ez el fog jönni az, hogy Magyarországon is az ilyen adatelemzést az evidenciaként, tehát bizonyítéként fognak felfogni a hatóságok. 50 éven belül? 50 év, én arra satszolom. De lehet, hogy nagyon optimista vagyok. Beszéltünk már arról, hogy a magyar kormány adott esetben ugye teljesíti az Európai Unió elvárásait. Emiatt hozták létre több mint egy évvel ezelőtt most már az integritás hatóságot is, ami elvileg valamiféle korrupcióüldöző szerv lenne, de nem világos igazából, hogy például egy ilyen Balázsi típusú esetben van-e bármi mozgástere, tudna-e bármi érdemi lépést tenni. És tudom, hogy ön kezdettől fogva szkeptikus volt ezzel a hatósággal kapcsolatban. Most hogy látja ennek a szervezetnek a működését bő egy év elteltével? A véleményem nem változott. Itt van egy logikai hiba. Itt van egy logikai hiba abban, hogy ha valamilyen minőségi váltást várunk ettől a hatóságtól. Hogy várhatjuk el azt, hogy egy ilyen kormányzat, amelyik ezt az államot most működteti, az létrehoz egy másik intézményt, vagy másik szervezetet, és az más lesz, mint amit ideig létrehozott. Tehát ez egy ilyen úgynevezett önellenmondás. Azt szoktak ilyenkor mondani, tehát van egy jó kis mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. Én nem látok semmi miatt, ami miatt meg kéne változtatnom a véleményemet erről. Olyan ügyekben, amelyben, most például erről is szó volt, olyan ügyekben nem láttam, hogy valami történt volna. Az egy fontos lépés lenne, ha például megindulna valamelyik hatóság, mint mi is említettük ebben a tanulmányban, kezd megnézni ezt, hogy mi is van ezekkel a szerződésekkel, mi van ezzel a 650 milliárd forinttal, mi van ezzel a 730 közbeszerzés, amivel 706 közbeszerzést a Nemzeti Kommunikációs Hivatal írt ki, és annak a 90% az egy pályázós. Tehát ezt még kimondani is olyan, hogy ha ezt én amerikai kollégáknak vagy európai kollégáknak mondom, nem hiszik el az adatokat, amit én mondok. Ez volt a Péntek reggel, a Partizán hírháttér szolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a hírlevelünket is, amiben bemutatjuk Balázsi Gyula háttéremberét és annak üzlettársát is. Iratkozz fel a péntekreggel.hu-n, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. A Péntek reggelben mindig három különböző formában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszöni a figyelmet a teljes stáb nevében a Péntek reggel szerkesztője, Szurovec Illés. Szerkesztő munkatársam volt Laki Gergely és Rádi Antónia. Zene és hang, Irsik Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Donát Áron. Gyártásvezető, Beke Anna. IT, Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgasd. Minden péntek reggel.